Valaki jönnek konyhából, avagy dupla vár valamelyikéből. Hát ö, elkezdik bevarni itt a falat a The Sixth Sense játékosok, Ugye nincsen Bandit, nincsen Mute, nincsen erre védelem. Banzai meg is, mert be is jön konkrétan. Oszta minden, Banzai! Óriási fejkombatra! Hello srácok, ez itt a gaming is fun és ma végre elérkeztünk egy olyan interjú részhez, amire szerintem vannak olyanok, akik több mint fél éve várnak, mióta indult ez a sorozat. Itt van velem Legény Krisztián, azaz Banzáj. Sziasztok! Hogy érzed ma magad, így vasárnap este? Köszönöm szépen, hogy ö, időt tudtál szakítani a csatornámra és a, erre az interjúra. Hát, üdvözlöm elsősorban a kedves nézőket, a Banzai vagyok, a Rogue Warriorsból, és hát köszönöm kérdésedet, jól vagyok, meg vagyok. Kicsit fáradtam, ugye, a tegnapi nap után, de igazából minden oké. Okay. <laughs> Akkor igazából vágjunk is bele, és beszéljünk erről, akár, hogyha szeretnél esetleg ezzel kezdeni a tegnapi. Nap alatt ugye te a KMK állant érted, amit megnyertetek, és nagyon gratulálok ehhez, hiszen hmm. ezért ez egy elég nagy teljesítmény szerintem. Hmm. Hát figyelj, szerintem én szerintem kezdjük el a KH-tól, és akkor úgy okay. építsük fel fel a dolgot. Jól van, akkor kérlek, mondd el, meséld el, hogy hogy ismerted meg a Siege-et, és mikor kezdtél evel foglalkozni. Rendben. Hát ez egy elég érdekes sztori ugyanis. Én elsősorban az elsport karrieremet a Cségó alapozta meg, ugyanis uh, régen rengeteget csésztem, és amikor láttam, hogy jön ki az új Cé, akkor nagyon rá voltam pörögve, egész végig azt nyomtuk. Aztán, amikor már kezdett a játék kicsit kihalni, meg már kezdtek uh, elkorcsosulni benne a dolgok, akkor úgy döntöttem, hogy itt az idő váltani. És akkor lettem figyelmes a Siege-re, ugyanis tetszett az, hogy hasonló ugye a koncepció a cséhez. tehát hogy igazából ugyanúgy van egy támadó és egy védőcsapat, és igazából ugyanazt kell csinálni, csak kicsit mást. Tehát ugye vagy hogy nem egy bizonyos, hogy is mondjam, tehát ugyanúgy szájtott vész, csak ugye bombát, és nem azt, hogy fel ne robbantsák, tehát érted, a gondolok. És... És akkor nagyon megtetszett ez a koncepció, és örültem annak, hogy a játékon belül, tehát hogy nagyon sok taktikai elemet tartalmaz, ugye a különféle operátorokkal, illetve a rombolatok környezet miatt nagyon jó, mert szabadjára lehet engedni a kreativitást, ugye és így új stratokat, illetve taktikákat lehet kialakítani, ami esetleg hozzásegíti a csapatot a győzelemhez. És, és ez az, ami nagyon megtetszett benne legesleg először, és már a bétával elkezdtem játszani. Akkor időben nem volt valami jó setupom, úgyhogy sajnos inkább, hogy is mondjam, háttérbe szorult eleinte a Siege. Ilyen kis baráti társasággal rankedezgettünk eleinte, és utána, amikor jött egy kis update, Fejlesztettem a gépemet, akkor uh, kezdtem el egyébként videózni is. És. Uh, és akkor uh, lendült uh, fel ez a dolog a CG iránt, hogy minél többet játszottunk vele. És utána uh, kerültem össze, Usuval egy uh, ranket folyamán. És. Uh, és mivel elég jól ment a játék, magamhoz képest azért úgy éreztem, hogy ez ebből esetleg akár lehetne is valami, és akkor innentől kezdődik el az igazából, hogy, hogy ugye elkezdtünk csapatot alapítani. Nagyon jó, hogy elmondtad ezt, hogy már a csével is gyakorlatilag kompetitív szinten foglalkoztál, mert a legtöbb játékos, akivel eddig beszéltem, mindannyian azt mondták, hogy ők elkezdtek a siege -el játszani, csak úgy kipróbálási szinten megnézni, milyen ez a game, stb., mert nyilván látták a trailert, ilyenek, és közben, amikor játszottak, akkor alakult ki bennük az, hogy, hogy, ők ezt magasabb szinten is üznék, de mivel neked volt már ilyen csés háttér elmondásod szerint, akkor mondhatjuk azt, hogy te már a siege is valahol, akár tudatodat is azért kezdtél el foglalkozni, hogy azt, mint esportoló, -sport, e folytasd? Így van, így van, igen. Üh, igazából a csét egy olyan korszaknak tartom, amit mondhatni nem bántam meg, inkább egy jó ugró volt a szícs felé. Aha, abszolút értem, hogy mire gondolsz, nagyon király. És akkor üh, említetted az első csapatodat és Usut, akkor beszéljünk arról, hogy amikor elkezdtél tényleg kompetitíven játszani, akkor kik vettek körül, és milyen volt az akkori kompetitív szíge, ha már létezett Magyarországon. Hát, kompetitív Siege Magyarországon, hogy is mondja, abban az időben, nem azt mondom, hogy nem nagyon volt, csak akkor ugye még nagyon kevés lehetőség volt kompetitív téren. Magyar szénában a szícs felé, úgyhogy igazából még ilyen fapados dolgok mentek nagyon, meg ugye nyilván akkor még a Black Eyes szezonról beszélünk, ami azért nem ma volt, nyilván. Úgyhogy, úgyhogy az az eléggé régen volt. Hát igen, akkor ugye teljesen másképp kellett játszani, mint most, ugye? Ugye elsősorban az Impact-et alapítottuk Usuval, aki a csapatban volt az. Ugye, Usu, illetve jó magam ezen kívül Scott, uh, szajan és Dév. Uh, velük kezdtünk el ugye szerencsét próbálni így a nemzetközi színában is, hogy akkor mit tudunk csinálni. Legelőször nyilván ilyen kis komkapokon elkezdtünk játsz, játszogatni, azok voltak így az első ESL-es élményeim, és akkor jöttem rá, hogy ez mennyire király dolog, és hogy mekkora nagy adrenalin bomba ESL-el játszani. Úgyhogy úgyhogy egyszerűen nekem az ott így teljesen magával ragadott ez az egész, úgyhogy amint hallottuk, hogy jön a Real Gamers, nem akartunk lemaradni róla, mivel az első magyar Rainbow bajnokságnak számított, ezért úgy voltunk vele, hogy ezt a lehetőséget mindenképpen meg kell ragadni. És ahhoz képest, hogy nem ö, nyertük meg a bajnokságot, ugye az akkori Nice Gaming nyerte. Ugye a Real Gamers. az ergotik néven még. A, igen, ergotik. És ti meg impact voltatok. Így van, így van, így van. És e, igazából mondhatnám végül is, e, teljes sikernek is, mert azért, e, hogy is mondjam, mentünk oda elvárásokkal, de igazából már azért is megérte, hogy e, láttuk ugye, hogy a közönség az csak értünk szurkol túlnyomó részt, úgyhogy, e, úgyhogy már azért megérte, Elmenni, hogy kaptunk ekkor a morális bustot a nézőktől, ugye? A közvetítés alatt. Ekkor már te videóztál ugye, elég, elég régóta. Vagy, igen, igen, igen. Tehát, tehát már ismertek valószínűleg. Csak azért, mert hogy mondtad, hogy kaptátok ezt a valamilyen féle buszt a nézőktől, hogy gondolom közrejátszott benne az, hogy téged akkor már mint magyar Rainbow videóst ismertek. Így van, így van, igen, igen. És akkor beszéljünk egy picit a videózásról, aztán pedig majd visszakanyarodunk nyilván a továbbiakhoz. De ez az Impact így jó volt indításnak. A videózás hogy jött, és mennyire összeegyeztethető a, a játékkal, a kompetitív játékkal? Ö, hogy is mondjam? Tehát én a videózást elsősorban. Ö... Még nagyon-nagyon régen, nem is tudom már hány éve kezdtem el, hogy akkor mondom. Jó van, akkor belevágok, mert egyrészt érdekelt is nagyon a dolog, meg nagyon szerettem csinálni, ugyanis édesapám a sport egynél dolgozott, mint operatőr és vágó, és egyébként nagyon tetszett ez a dolog, ahogy ő csinálja, összerakja, amit felvesz, és ez nekem is nagyon megtetszett, és én is akartam egyébként ezt csinálni, és akkor úgy, úgy, úgy éreztem, hogy akkor eljött az ideje. Legeleinte Battlefield-el kezdtem aztán jött, aztán tértem át a csére, és nagyon-nagyon hosszú kihagyások voltak egyébként legalábbis, Tehát volt, hogy kihagytam egy évet, aztán megint azért elkezdtem intenzíven videókat feltöltögetni, akkoriban a, hát a cséről egyet-kettőt, aztán ugye most legtöbbet a Rainbow van, mint ugye a videó a csatornámon. Ö, Isten igazából, én azért, ö, hogy is mondjam, tehát én azt akarom ezzel a videózással ö, közölni ugye a, a Youtube-on, hogy... Uh, hogy is mondjam, tehát, hogy ne a, személy, a személyiségem miatt szeressenek, hanem amiatt, ahogyan játszok. Tehát, hogy is mondjam, tehát, hogy... Uh, szerintem a sokkal... Uh, Kézzel foghatóbb tartalom, amikor mondjuk valaki azt lát... Hogy is mondjam, tehát, hogy milyen dolgokat tudsz eltanulni valakitől, és azért azt szerintem rengeteget számít egy videózással kapcsolatban. Így van, tehát... Uh... Valahol az volt a célod, hogy, hogy mondjuk segíts másoknak, és hogy ők pedig lássák, tehát ha fordítva nézzük, az ő szemszögükből, hogy lássák, hogy te egy komoly játékos vagy, akitől lehet tanulni és új dolgokat megismerni. Így van, így van, így van. Na hát egyébként nagyon sokféle videós van, és nagyon sok indítatásból kezdtek emberek videózni. Ezt kevesen tudják, de például én azért kezdtem el videózni, hogy meglegyen a felvétel a játékaimnak. <laughs> és aztán így, aztán így, mert így magamnak így kisztrímeltem, mert PS-ről az volt az egyetlen felvételi lehetőség, ami, ami tényleg hosszú távon is működött, és akkor így egyszer csak így megjelentek nézők a videóhoz, és így miért nézitek ezt a szart, aztán tudjuk, aztán tudjuk, hogy egy picit már azóta sikerült ezt is feljebb vinni. Na, tehát akkor elindult a videózásod, és ezzel párhuzamosan megszületett az első LAN élményed, mi volt a folytatásban? Egyébként még egy nagyon kis, De? csak így zárójában, visszakanyarodva a videózásra, még egyébként a ahhoz, hogy el tehát amikor elkezdtem a Siege-et, uh, tartalmakat gyártani, akkor, uh, hogy is mondjam, tehát, hogy legeleinte egyébként a aki inspi inspirált erre a Serenity volt, meg Macy, mindenképpen. Tehát az ilyen uh, hasonló volumenű videókat csináltam, ez alatt úgy értem, hogy ugye ilyen rankedekből kivett ilyen highlightok -ok, meg ilyenek. Igazából csak így ennyit akartam mondani az ebben zárólag. Oké, okay. um, amúgy ez egyértelműen le is jön a a csatornádról. Ma az interjú előtt végigböngésztem a videóidat, amik egyébként összeadva már majdnem fél millió megtekintéssel büszkélkedhetnek. És e, valójában ugye ez a nagyjából 10 perc vagy éppen 10 perc alatti kis montás videók jellemeznek, szóval, szóval látszik, hogy, hogy tőlük jött az inspiráció. Így van. Na hát akkor, akkor kérlek, számolj be arról, hogy nem is az, hogy hogyan folytatódott, mert azt nyilván sokan tudjuk, hogy hogyan folytatódott a te karriered, ugye ott uh, 17 nyarán, mert nagyjából ott járunk. Milyen volt inkább megélni? De nyilván mellette mondd el azért a tényeket is, ha valaki nem tudná. Szóval az impact számodra az impact vége felé járunk, azt hiszem. Így van, így van, igen. Ö, egyébként mondhatni az impact az nem is... Ö, hogy is mondjam. Ha kémikusan akarok fogalmazni, akkor nem vészettel csak átalakult. <laughs> igazából, mivel a, a, ugyanaz a line-up maradt meg, amikor organizációhoz kerültünk, ugye a Wunderstag Esportshoz. És és igazából ez egy óriási öröm volt számunkra, hogy az, hogy hogy akkor elkezdték a különféle nagyobb organizációk befogadni a Rainbow csapatokat, játékosokat, és ezáltal e, megindult egy olyan szekér, ami igazából csak előre viszi a magyar e, közösséget, ugye? hogy minél e, e, nagyobb visszhangja legyen a Rainbow Sixnek itt a magyar szénában. Így van, ugye ezen a nyáron jött be a Siege, be a Wild, és a VSE is, kettő Magyarországon óriásinak számító org, szóval nyilván elég jó érzés lehetett, ahogy te is mondtad náluk játszani. Így és van. akkor jött a Real Gamers 9, majd ősz. Így van. Hát e, igazából a vs éről annyit, mo annyit mondanék egyébként, hogy ugye volt még a Lace Gaming ház, ami egyébként, e, hogy is mondjam, tehát nekünk az e, nagy nagyon jó csapatépítő tréning is volt egyébként. E, igaz, hogy túlnyomor és csak éjszakában menő rankedek mentek, de ettől függetlenül nagyon-nagyon élveztük, és nagyon jókat szórakoztunk. Úgyhogy azt tényleg semmiképpen nem bántam meg, viszont a vs vel kapcsolatos dolgoknál vannak, voltak nézeteltéréseink játékon belül, illetve személyes dolgok, de ezt a témát ezt nem bontogatnám, mivel ez elég megosztó, ugye, hogy kikinek a pártját fogja, úgyhogy inkább ebbe nem mennék bele. Igazából én ezt a dolgot már elég régóta lezártam, senkivel nincsen már semmi bajom. Hát ez már több mint egy éve volt szóval. Persze. Ha más nem, akkor már elévült, tehát uh, érthető, amit mondasz, és szerintem nem is lenne jó, hogyha magyar komp színen belül uh, ellentétek lennének, azon túl, hogy mondjuk a, a versengés az meg legyen. És akkor a VS-ből te kiléptél, mondjuk ezt, így és akkor nem, nem kezdünk uh, semmi semmi új sztoriba bele, és uh, akkor jött a, a TC -e. Még, még TCL -e néven, uff, micsoda idők voltak, még, <laughs> még, amikor, még amikor a Stemrogot Rogot <laughs> TCL-nek hívták. Igen, igen, igen. <laughs> Ki keresett meg? Ö, egyébként, vagy amikor... Te mondtad, hogy jönnék? Amikor kiléptem az organizációból egyébként, Kopp az ugye ESL admin, ő hallotta ugye, hogy kiléptem, és hogy mi miatt, meg ilyenek, és akkor beszélgettünk egy sort, és mondta egyébként, hogy amúgy is van egy csapat, hogyha esetleg van kedvem, csatlakozhatnék hozzá, mert embert keresnek, és akkor így kerültem a TCE-hez. És, és láttam rajtuk a, a kellő motivációt, és a, és hogy is mondjam, azt a fajta tüzet, ami, ami tényleg kell egy ilyen, esport játékoshoz, ugye? Igen, ugye ekkor volt uh, Bence, már akkor is ott volt, azt így hiszem. Van, így van. És uh, Dodgy akkor Nice-ból ment, ő is. Így van, így, így van, van. Geri, Geri ott volt még, illetve Benyó. Va, Benyó per SKZ. Ők ketten voltak, ugye. Még, és akkor utána történt egy vérfrissítés akkor jött dolg, és akkor így lettünk meg öten. És, és, utána a későbbiekben még érkezett Usu, ugye a VSE-ből. És akkor alakultunk át Stemmi nagyjából abban az időben. Mert akkor léptünk ki ugye az organizációtól. Így van, és a stemmel, ugyan nem, nem voltatok sokáig stem, mert nyilván az egyik uh, legtehetségesebb és talán a leginkább feltörekvő csapat voltatok akkor Magyarországon, ezért hamar felfigyelt rátok egy org. Uh, de azért a stemként is uh, voltak, azt hiszem, sikereitek. Uh, most uh, megmondom őszintén, elég, elég szégyen, de a Gaming is Fun Kupa jut eszembe elsőnek, ami, nem tudom, miért pont ez, de azon kívül vo volt, uh, volt... Így veri így egyébként én is uh, ezt akartam amúgy felhozni, hogy ugye a Gaming Is Fun az egy nagyon jó lehetőség volt a, arra, hogy ugye megmutassuk, hogy mi mit tudunk, és uh, készültünk rá egyébként nagyon-nagyon sokat, és uh, hogy is mondjam, egyrészt az, hogy a vsl játszhattuk a döntőt, és meg is nyertünk, nyertük, egyrészt egy óriási élmény volt, másrészt meg... Uh, Hogyha kicsit, hogy is mondjam, paraszt módon fo ö, fogalmazok, akkor egy ilyen kis, kis mini személyes bosszúként, hogy akkor most akkor megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek, de igazából, tehát érted, mire gondolok? Igen, ez a mi van VS-e, Banzai Coelho. <hállt> 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 így, így van, így van, így van. És azt még... Direkt izé, rátettem a PS Kupa openingre, hogy még pont benne legyen, ami van PS-re. ezután is köszönöm, hogy azt a felvételt használhattam, a, ugye a te belső nézetes Gaming is Fun Kupa felvételeidet. A, az nagyon, nagyon jól jött. És igen, megnyertél a Gaming is Fun Kupát, és utána még nagyjából kettő vagy két hónapig voltatok stem a törzs. Kör, körülbelül, igen, 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 körülbelül. És akkor utána léptünk be a Rogue warriors És ismételten csak, ugyanúgy, mint annó a vs nél én úgy éreztem, hogy ismételten egy hatalmas lehetőséget kaptunk újból. És, és, hát, és hát ezzel úgy voltunk, hogy ezzel muszáj élnünk, és ugye azóta a játszunk, azóta történt egy line-up csere, meg, ö, hogy is mondjam, tehát, hogy eléggé érdekes volt az az út, hogy ahol kezdődött a Rog és ahol most tart. Mert egyébként voltam a legelején main amikor jöttek a vizsgai időszakok, a technikusi vizsgám, ilyen vizsga, olyan vizsga, tehát, hogy nagyon túl voltam terhelve, úgyhogy akkor még szapként voltam, utána egy jó hosszú ideig, és utána kerültem vissza a mainline-ba, és akkor jött igazából rá, talán nem tudom, pár héttel egy ö, vérfrissítés, hogy akkor mi legyen. De ezt inkább most így nem részletezném. Ja, igen, igen, az Bence sem akartam úgy nagyon ö, bele, részletezni, és ö, hogy is mondjam, a ROG az talán így külső, külső szemmel, talán a Magyarországon a leginkább uh, támogatóbb a Siege uh, csapatával szemben, vagy a Siege csapata mellett, mert annyiszor látom azt Facebookon, hogy ezt kaptok, azt kaptok, nyilván ez lehet belülről még mindig kevés, vagy nem, nem is tudom, hogy mondjam, de az látszik amúgy, hogy törődik veletek ez az org, ezt mondhatjuk? Igen, teljes mértékben. És hogy, és hogy, abszolút, mint az egyik flagship csapat, úgy vagytok kezelve a Rognál. És mondhatjuk szerintem, hogy összeérett ez a csapat, hiszen amikor a Stemből a Rogba mentetek, vagy hát Roggá váltatok, akkor még mindig úgy voltatok kezelve, mint a Wild és az akkori VSE mögötti harmadik csapat, tehát akit nyilván kiemelkedőnek tart a, a köztudat Magyarországon, de azért a Vágy meg a vs -e. És e, most azt látjuk, hogy nem az, hogy a VS-ét annó megvertétek, hanem tegnap megvertétek a Vájdot, ami azért egy e, elég erős és szép eredmény, ezzel pedig e, ti vagytok az első ligaszerű e, magyar bajnokságnak a győztesei a KMK kupának. Ami nagyon-nagyon komoly eredmény, hiszen itt ez nem csak azt jelenti, hogy nyertetek egy olyan versenyt, ahol komoly ellenfelek voltak, hanem egy olyan versenyt, amin hétről hétre kellett játszanatok. Ez milyen volt, mert ugye ez újszerű élmény, hiszen nem Magyarországon eddig nem volt uh, ilyen ligaszerű bajnokság. Ez milyen volt hétről hétre játszani? Így van. Hát igazából a szervezőknek tényleg ezúton is nagyon-nagyon köszönjük szépen, hogy ezt leszervezték, mivel ilyen ligaszerű ö, verseny még tényleg egyszer se volt, és ö, nagyon nagy élmény volt ezt a fajta verzióját is próbálni, ugye a competitív hatnak, ö, Hogy is mondjam? Ö, az. Idei nyár az eléggé olyan volt, hogy konkrétan tényleg senki nem játszott semmit. Tehát most, így a legnagyobb őszinteséggel semmit nem játszottunk. És e -hát most ősszel is azért elég keveset játszottunk, tehát nem igazán készülgettünk e -hát a KMK bajnokságra. E -hát de ahhoz képest meg azt kell mondanom, hogy szerintem nagyon-nagyon jó, megálltuk megáltuk a helyünket. E -hát, hogy is mondjam, tehát, hogy nyár óta összesen. Nem akarok neked hazudni, de egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány scream vettünk részt. Igen, ezt már írtad, tehát, íz, írtad már, igen, hogy amikor még csak terveztük az interjút, hogy persze képzelt Scream-elünk először volt ez két hetekből. Igen, 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 tehát, hogy... Jó látni, hogy tulajdonképpen akkor pure skillből játszottatok ilyen magas szinten, mert hogyha nem screamelsz és nem, hogy is mondjam, nem gyakorolsz, meg gondolom akkor vodozás se volt, hogyha scream nem volt, mert az hamarabb screamel az ember, mint vodozza az ellen, a soron következő ellenfelét szerintem. Hát igen, igen. Szóval igen, jó nem látni, nem. hogy hogy akkor ez félig meddig csak a skillből toltátok a, a KMK bajnokságot. Ez nagyon pozitív lehet a jövőre nézve, és ha már a jövőt említem, akkor mindenképpen beszéljünk a Magyar Nemzeti Esport Ugye a, a rognak nagyon szépen alakultak a dolgai, jöttek egyre feljebb a magyar kompetitív ranglétrán, és aztán egyszer csak, na két játékosunk nem játszhat a eddig valaha volt legnagyobb magyar esportbajnokságon. Na ekkor mit évük vagy, hogy mit gondoltatok, hogy mit csináltok, mert ugye nyilván például a csapatkapitányatokat kell kihagyni egy ilyenből, aki még nincsen 18, ugye bence. Igen, igen, igen. Hát az első dolog, amit tettünk, hogy kiéktünk. <gül> <gül> mert konkrétan nem értettük egyébként. Egy, hogy úgy őszintén hogy őszinte legyek, én nem értek egyet egyébként ezzel a szabályzattal, amivel ezt háttérbe, háttérbe, szorítja a fiatal tehetségeket szerintem. Így Te van, ez, ebben egyet értünk. tőlük a lehetőséget mindenképp. A magyar szervezőket annyiban meg tudom védeni, hogy ezt a Ubisoft uh hozta ezt a szabályt, és többszöri kérés után sem engedtek a korhatárból, pedig nagyon hosszú levelezés ment a színfalak mögött, hogy legyen 16-os, tehát mindig egy 16-os korhatár, az már sokkal elérhetőbb lett volna. És ugye ez a kiégés másik csapatban is megvolt, csak nem a korhatár miatt, hanem ugye a nemzetiség miatt, a THR-nél. thr nél a THR. Igen akik nyilván egy picit, hogyha már benne van a bajnokság hogy magyar nemzeti esforbajnokság, akkor nyilván érthető, hogy nem játszhat akármennyi külföldi, de azért, ha megnézed a többi nemzeti kupát, britet, lengyel, stb., akkor ott három hely elég, itt ugye négy kell, szóval ez így pont rossz lett a THR-nek, ők is kiégtek, de nincs mese, úgyhogy ők is kitaláltak egy alternatívát, és ti is kitaláltatok egy alternatívát, ezt pedig úgy nevezzük, hogy The Sixth Sense. Így van, így van. Ö, hát eleinte ugye ment a, ö, hogy is mondjam, eleinte pánikba estünk, hogy basszus, hát mi legyen. De úgy voltunk vele, hogy ezt a lehetőséget meg semmiképpen nem szabad kihagyni, mert mindenképpen ott kell lennünk. És akkor elkezdtünk körbe érdeklődni, ilyenkor már e, ugye Strike a beugró szerepet foglalt el a vágyban, és akkor kérdeztük meg tőle, hogy esetleg e, nem lenne kedve csatlakozni hozzánk. És ugye, ez történt Reznoval is. Reznó egyébként a egyik volt osztálytársam, úgyhogy igazából ismerjük egymást eléggé régóta, e, úgyhogy őt is akkor sikerült befűzni a, a dologba. És akkor így alakultunk meg, és úgy voltunk vele, hogy nem indul a Rogue Warriors, ettől függetlenül, hogy is mondjam, tehát az organizáció nem igazán örült annak, hogy nem Rogue, nem Rogue Warriors néven indultunk, viszont ettől függetlenül én úgy vagyok vele, hogy szerintem még mindig jobb az, hogy nem Rogue Warriors név alatt játszunk, de az a három játékos a Rogue warriors képviseli a csapatból. De egyébként az publikus, hogy, hogy miért döntöttek úgy, hogy nem rokként mentek? Tehát mondjuk azért, mert Strike még mindig váldos Így van, így van, így A. van. Tehát, hogy ez. kapcsolatban... Rezno is valamennyire csere, azt hiszem. Tehát igen, ő is igen, igen. Tehát szerepet... Tehát, hogy nem akartuk, hogy ezzel kapcsolatban esetleg legyenek nézeteltérések, vagy esetleg a játékon belül szinergiát mondjuk valamilyen ilyesmi nézeteltérés szakítsa meg, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy akkor kitalálunk egy nevet, és akkor azzal nevezünk, és Yes. Igen, el is indultok, de nem lesz a, mondjuk akár a két organizáció között, ami azért kellemetlen lenne, hogyha játékosok miatt vesznek úgymond össze az orgok, bár nyilván azért a rog és a wild az nem az az összeveszős típus, mert elég komoly uh, szervezekről beszélünk. Uh, de nyilván ezt tehát a helyén kell kezelni, hogy valaki egyszer azért ne játszon két csapatban. Uh, úgyhogy ez szerintem egy jó megoldás volt, hogy tulajdonképpen egy mixel, uh, six Sense néven elindultatok. És hát nem csak az, hogy elindultatok, hanem ö, kvalifikáltátok is magatokat, már egyből az első nap, ha jól emlékszem. Ö, igen, igen, így van, ez így is történt, ugye a Playoff-nál ugye a Wild az alsó ágra tett minket, és ugye akkor a THR-re játszottuk rá a döntőt, de egyébként... Ö, a Wild elleni emnebes meccsünk szerintem az is ugyanúgy ugyanakkor a magas színvonalú hatalmas meccs volt, mint a mostani KMK döntő, mert nem, nem lehetett érezni azt az egyoldalú játékot egyik csapat részéről sem. Igen, Igen. Nem volt egyik meccs se egyoldalú, hanem borzasztóan izgalmas körök mentek. Ö, szóval, hogy is mondjam, tehát a, várt, tehát a, a vártnál sokkal jobban sikerült igen, és nemzetközi színvonalú meccset játszottatok mind a két alkalommal. Tehát, szerintem külső szemlélőként az volt, hogy azt a meccset azt oda lehetne tenni akár egy Challenger League-be, stb. stb., tehát külföldi nívós bajnokságokra, mert olyan színvonalú volt a játék. Hát igen, mondjuk a, elég hosszú volt a szobat szóval nap, azért valljuk <laughs> be. És aztán még amikor ülébe beült Foli, <laughs> hát <gül> akkor még milyen hosszú vávás. <laughs> hát... Pörögtek a mémek ott rendesen. Ott hát de, hm, hogy is mondjam. Ez, ezek nem milyen family-friendly dolgok szerintem, úgyhogy ezt ugorjuk. <laughs> 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 Oké, okay, <úgy>, ug ugorjuk. <laughs> Ja, egyébként side note, kis mellék érdekesség, hogy a vágynak a tulajdonosa, Bondedi, mondta nekem, akkor, amikor játszottátok az M-N-ben a, v a Vájdelen meccset, hogy az az év magyar meccse, tegnap pedig, amikor a KMK döntött látta, akkor mondta, hogy nagyon nem az, hanem ez. Hát ő is abszolút, vagy az ő elismerését is sikerült kiérdemelnetek. Jó, hát akkor beszéltünk már arról, hogy, hogy, hogyan jutottunk el a jelenig, vagy hogyan jutottál el te a jelenig, és a hét végén, ugye ez a videó valószínűleg hétfőn vagy kedden megy ki, tehát a hét végén ti a Six sense el a Wide ellen a play fogtok játszani, ami fixen az eddigi legnagyobb magyar r lan lesz. Hogyan készültek? Így van. Uh, hát uh, igazából uh, elsősorban ugye a, a, miután sikerült felülkerekednünk rajtuk szombaton, ezért, uh, ezért, hogy is mondjam, tehát uh, nagyon jó morális boostot kaptunk uh, emiatt, úgyhogy uh, ez is egyfajta módon éltet minket, meg hát azért szerintem még így a kettő scrim mellé még beteszünk egyet. <laughs> És, és úgy érzem, hogy akkor megint csak ugyanolyan hatalmas színvonalú lesz a döntő, mint amit játszottunk a playoff illetve a KMK bajnokságon. Én is nagyon remélem, ahogyan azt is, hogy tudunk találkozni a helyszínen, mármint hogy nyilván valamilyen szinten biztos találkozunk, hiszen mind a ketten ott leszünk az FPS színpadon, csak hogy időben is ugye mind a ketten úgy legyünk, hogy, hogy tudunk pacsizni mondjuk a színfalak mögött azt nagyon szeretném, hogyha arra sor tudnánk keríteni, csak hát ugye az élet az egy eléggé nagy mókamester, mert mi lenne a plégy napján, ha véletlenül nem a Pro League döntő Rióban, <laughs> és ugye én még repülök haza azt is kasztolni, de mindenképpen időt szeretnék szakítani arra, hogy a, a tíz playt játékossal beszéljek egy rövidet, és tényleg találkozzak veletek élőben. Tehát akkor a play a következő állomás a Six Sense számára, és amúgy most már úgy látom Facebookos bejegyzésekből, hogy már a Rog is kezdi azért támogatni a Six Sense, tehát hogy hiába nem Rog néven vagytok, azért most már tényleg beálltak a dolog mögé valamilyen szinten, tehát megosztogatják a dolgaitokat, stb. És nagyon, nagyon sok sikert kívánok nektek a play nagyon szépen, szerintem, szerintem ott is egy hasonló kiélezett meccsre számíthatunk, mint az előző pár hét. Most háromszor játszottatok az előző két hétben, vagy három hétben a vágy ellen. Egyszer qualin, egyszer playoffban, egyszer pedig most a KMK-n. Szóval most jön azt hiszem a negyedik. Igen. Úgyhogy, ja, ed eddig kettő-egy a vágynak, ugye? Így van. Ja, itt az ideje egyenlíteni. Aztán, hát igen. majd az alapszakaszban tavasszal. És ugye, hogyha már mondtad, hogy milyen jó volt ilyen ligaszerűen játszani, ugye tavasszal az Emnebe alapszakaszában ez abszolút egy komoly dolog lesz, hiszen hétről hétre, hétvégenként terv szerint majd lesznek a közvetítések, és a magyar csapatok egy olyan, olyan körülmények között játszhatnak majd, mint akár a Pro League csapatok, és aztán annak a megkoronázása lesz április végén a az Emneblan, ami nem a plate beágyazottlan lesz, hanem külön azért egy esemény, egy esport esemény. Szóval, hát én oda is azért várom a Six Sense, hiszen oda azért négy csapat fog lekerülni. A jelen állás szerint én azt mondanám, hogy, hogy azért arra is bőven esélyesek vagytok. És akkor így a interjú vége felé, kicsit kanyarodjunk át más témára, mégpedig arra, hogy te, ha fejlesztő lennél, akkor mit változtatnál a játékon, vagy, vagy akár milyen uh, operátort, vagy új feature-t hoznál be a játékba? Hmm, hát ez egy uh, nagyon érdekes kérdés igazából. Uh, hogy őszintén legyek, még nem gondolkoztam ezen. Nem készültél? Egyes. <laughs> De akit uh, megváltoztatnék, az mindenképpen Lion lenne. <laughs> De... Még az is lehet, hogy uh, akár egy Vigil buff, buff is jöhetne, ugye, hogy uh, Vigilt ne láss az i 1 d Igen. Például. Igen, igen. Az is ugye egy uh, Indirect Lion nerf lenne, egy Vigil buff. Uh, hát igen, a Vigil main szól belőled. Uh, <laughs> és uh, ugye a másik mainet pedig mevrik. Mi az, ami annyira tetszik mevrikben, hogy több órád van benne, mint az egész játékban, Zarrasocskán? <laughs> 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 hát, uh, Isten igazából ugye a, a leges, leges olyan operátor, ami nekem nagyon-nagyon megtetszett, az még a Skyrim-ben kijövő kapitáó, és igazából azért, mert uh, maga a gadgetje, maga a karakter, ugye nagyon erős fegyver, három speed, egy armor, a gadgetje az taktikai szempontból mindenképpen előnyös, és igazából nagyon, hogy is mondjam, tehát, hogy tök sok kreativitást igényelő karakter, hogy hogyan használod el, hogyan osztod be a gadgeteket. Én azt viszont nagyon-nagyon rosszul vette, amikor például a gránátot elvették tőle. Tehát a gránát Igen. az konkrétan így körbevándorolt kb. az Operátorokon, ugye először Termite, <laughs> aztán Capitao, IQ, és most meg Finka, amit igazából egyáltalán nem értek, de ez lényegtelen. És ugye akkor ugye most jött ki, a, hát nem most, de nemrég jött ki ugye az új Operation, és abba Maverick igazából azért tetszett nagyon, mert egy az, hogy nincs Rakkantör, <laughs> <laughs> és jó hangos, ah. ja nem? <laughs> így van, és uh, igazából az is olyan, hogy egy csomó, uh, tehát uh, hogy is mondjam, tehát, hogy így, így, az ember előtt így a lehetőségek tárháza, szó szerint. Szóval... Uh, szóval tényleg tehát, hogy teljes mértékben, ha valaki, ha valaki szavagyára tudja, szabadjára tudja engedni a kreativitását, akkor szerintem s, uh, Maverick az ő operátora, mert igazából nem csak arra jó, hogy mondjuk kiszedje a sokvajört a termájtnak, hanem fregelésre is eléggé hasznos. Sőt, igazából Igen, ez bár, az, Maverick ami... nagyon, nagyon fregerős egyébként azzal az m 4 jel vagy akár az AR-15-tel, hogyha azt hozod, és tud agresszív lenni, hogyha mondjuk tanul, és hát ugye ott van a gadgetje, ami viszonylag halk még mindig, úgyhogy nagyon sok különböző pixel tud tudsz nem hiába szeretik sokan. De talán a kompetitív play-ben egy kicsit kevésbé népszerű, mint, mint Ranked-en. Te ezt hogy gondolod? Hát uh, igazából, uh, hogy is mondjam, egyébként uh, szerintem maverick most kezdték el úgy az utóbbi időben azért sűrűbben használni, mert vannak olyan pályák, amikre nagyon-nagyon jó tud lenni, ilyen például a border egyébként, mert ugye nagyon sok helyen tudja ugye átforrasztani a megerősített falat, anélkül, hogy mondjuk lentről kapna egy C4-et. De például ezért, tehát ez egyfajta, hogy is mondjam, tehát például azért nem bannoljuk mondjuk Coastline-on meg úgy unblock senki se, mert ugye ott Alulról lehet cénégyezni, illetve nagyon sok olyan engle van, ahonnan ne lehet mondjuk lőni azt, aki a falat uh, hegeszti. Tehát, hogy is mondjam, igazából. Igaz, igen, igaz, igen, függő? Map és csapat függő, inkább úgy mondom. Persze, érthető, van olyan pálya, egyébként ugyanennek a megfordítatja, tehát például Borderen viszonylag gyakran bannolnak pulszt, mert office teljesen szét tudja verni a támadásodat, vagy ugyanúgy, ha még CCTV el szoda is feldobja a cénét, de van olyan map, ahol meg csak simán nem bannolják a pulszt, mert amúgy nem nagyon használják azon a pályán, és ez ugye Mevrikkel is hasonlóan van. Mm -hmm. Igen, igen, igen. Szóval ezt jól összefoglaltad. És akkor végül egy ilyen klasszik interjú kérdés, hogy szerinted mi a legfontosabb a siege és azoknak mit tanácsolsz, akik most akarják elkezdeni a kompetitív játékot? Hát igazából uh, én mindenképpen azt tudnám mondani, hogy uh, mivel azért már a játék kezdete volt, a csinálom a dolgokat, és azért volt, hogy is mondjam, tehát ez egy nem volt egy sima út, elég göröngyös úton jutottam el idáig, most ott, ahol vagyok, és ahol a csapat van. És én csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy kitartással bármit el lehet érni, és most uh, teljesen mindegy, hogy mondjuk egy hét alatt éred el azt, amit csináltál, vagy egy év alatt, mert ugyanúgy fogsz neki örülni. Sőt, szerintem még amit több idő alatt érsz el, az annak még jobban ugye egyértelműen. Igen, az megvan, az a, megvan az az érzés, hogy kigráindoltad. Akár, akár azt a, nem tudom, valamilyen kis community kapot, akár az MNEB kvalifikációt, de akár egy következő rankot, hogyha nem is ö, akarunk ilyen nagy távolatokra tekinteni. És akkor végül ö, hol találnak meg social médián azok, akik követni szeretnének téged, és a tartalmaidat élvezni? Hát igazából jelen vagyok de túlnyomó részt ö, mostanság Twitch-en szoktam ö, streamelni ott. Hát jelenleg, mivel dolgozok, ezért ö, kicsit nehéz időt találom arra, hogy mikor streameljek, de amikor tudok, akkor ö, mindenképpen szoktam azt közölni a Facebook oldalamon, illetve van egy Discord szerverem is, amit egyébként megtalálhatok a YouTube csatornámnak a leírásában. Így van, és ugye mennek a gubera király streamek. mi volt TCE ravatar, vagy mi volt annak a célja? Az az. Olyan hangosan nevettem, amikor megláttam így magamban. Hát ez remek volt, adom a humorod. Na hát köszönöm szépen az interjút, és még egyszer, hogy időt szakítottál erre a videóra és a csatornámra. Rengeteg komment fog érkezni. Egyébként még nagyon sok mindent fognak tőled kérdezni, úgyhogy lehet, hogy majd utólag felteszem, vagy egy következő videóban, vagy pedig csak elküldöm neked, hogy válaszoljál. És, és szerintem. Most sok, sok, sok ember azt hiszem örülni fog, hogy megvan ez a videó, mert tehát a Mikor lesz Banzai interjú az egy következő szintje a, a felkiáltói jel Get Reward meg Unlock Lehet, hogy ez Te alatt a videó alatt is ott lesz pár ilyen komment. Igen, tehát akkor, akkor most megbeszéltük, hogy mikor lesz Banzai videó, úgyhogy most már csak az a kérdés, hogy a Banzai csatornán mikor lesz Berci interjú. Ajjaj, hm, hát figyelj. <laughs> Á, jó, hát akkor lenne pár kérdéssel. <laughs> <laughs> to be continued. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Találkozunk legközelebb. Na no, de addig is gaming is fun. E sziasztok. Hello, ciao. When they go, we...